Jó estét kívánok, köszöntöm kedves nézőinket! Önök a Városi TV Mohács április 7-i Hétközben című magazinműsorát látják. Adásunk elején jöjjön rövid képes ajánlónk. 80 éves korában elhunyt Winternitz Ferenc. Négy mohácsi tehetséges úszó is tagja a korosztályos válogatottnak. Krisztus feltámadásának megünneplésére gyűltek össze a hívek a nagy szombatesti szentmisén. A 2000 évvel ezelőtti örömhír, hogy Jézus feltámadt, ma is ugyanolyan fontos a keresztény hívők szívében. Türelemmel viselt, hosszú betegség után április 7-én kora reggel meghalt Winternitz Ferenc. Több cikluson át volt tagja Mohács legfőbb döntéshozó választmányának, a Városi Képviselőtestületnek. 80 éves volt. Winternitz Ferenc 1940-ben született Siklóson. Általános iskolai tanulmányai után a pécsi Széchenyi István gimnáziumban érettségizett 1958-ban. Mivel az édesapja korábban Siklós főszolgabírája volt, Winternitz Ferenc a jeles érettségije ellenére sem gondolhatott egyetemi főiskolai tanulmányokra. Így a fényképész szövetkezetnél helyezkedett el, ahol közel másfél évtizeden át dolgozott. Tehetsége volt a fotózáshoz, idővel fényképészmesterlevelet és videóoperatőri szakvizsgát egyaránt szerzett. 1966-ban kötött házasságából két leánya született. A fényszövnél töltött évek után 1972-től egyénileg kereste a boldogulást, fényképészmesterként is nevet szerzett magának. Kevés olyan mohácsi polgár van, akinek óvodás, kisiskolás vagy éppen ballagási tablóképét ne ő készítette volna. Számos hazai és külföldi kiállítást követően 1991-ben munkáival önálló tárlata mutatkozott be az Országház kupola termében. Több évtizedes fényképész, fotóművész tevékenysége révén sokat tett a város értékeinek dokumentálásáért, kiállításain keresztül munkáival igyekezett hírül vinni Mohács szépségeit, értékeit. A Barátság hídja a Román Nemzeti Szalonon, a Fényképészek Országos Kiállításán, a Kaliningrádi Fotószalonon és a Pannonia Fotószalonon egyaránt díjazták fotográfiáit. 1989 óta aktívan politizált. 1990-ben a Magyar Demokrata Fórum Mohácsi elnökévé választották. 1990-től 98-ig, majd 2002-től 2014-ig helyi önkormányzati képviselőként 5 cikluson át szolgálta városát. A testületi döntéshozatalt segítő Kulturális, Oktatási és Sportbizottságnak 2002-től lehetett tagja, a Gazdasági és Településfejlesztési, továbbá az Egészségügyi és Szociális Bizottság munkájában a 2006-os és a 2010-es őszi helyhatósági választások után egyaránt részt vett. Elkötelezett jobboldaliként évtizedeken át meghatározó szereplője volt a városi közéletnek, markáns közvélemény formálóként emlékezhetünk rá. 2014-től polgármesteri tanácsadóként tevékenykedett egészen 2019 őszéig. A Mohácsváros tisztelete jeléül kitüntető díjat 2019-ben vehette át Szekó József polgármestertől. Winternitz Ferencre egy 2016-ban készült interjúval emlékezünk. 1966-ban nyertem az első díjat a Bartók koncertó című képemmel. Addig is fotós voltam, fotoriporter a Fényszövbe, Pécset, aztán külső munkatársa voltam az Esti Pécsi Naplónak és a Dunántúli Naplónak, az Erbiancsival meg a Szokolai Pistával, és ott főleg sportot fotóztam. És a 66-os országos díj után kezdtem úgy nyíladozni a fotoművészet irányába, kezdtem benne fantáziát látni, és akkor mindig volt egy olyan háttér lehetőségem, hogy volt maga a szakma, a pénzes szakma, ami Kuncsavtal volt kapcsolatos, és volt a másik, amit mindig azt szoktam mondani, hogy magamnak fotózok. És azóta, hát mondjuk később egyesületbe is csatlakoztam, nem Pécsett a Mecsek Fotóklubba, annak egy pikáns története van, bevittem egy fotót, aminek a csodájára jártak ott ezek a műbirálók, de amikor megtudták, hogy egy Linhof technika világbajnok portréfényképező géppel készült,
abban a pillanatban unottan ledobták, és odébb mentek. És akkor megtudtam, hogy őnáluk az számít, hogy valaki Smenával csinál fényképet, vagy valami kémfényképezőgéppel, akkor az biztos jó valami miniatűr. Soha nem a technikát kell nézni, hanem mindig az eredményt. Akkor olyan dühös lettem, hogy Kaposvárra mentem el, ott volt egy fotóklub a művelődési házba, és egy barátom, akivel együtt gyerekeskedtem Siklósan, és én miattam lett fotós. Aztán ő oda került Maszeknak, én meg Mohácsra jöttem le Maszeknak, ugye. És a kapcsolatunk az elég szoros volt, és mindig mondta, hogy menjek le. És abban az időben, hát nem volt egy nagy ugrabugra egy Trabanttal lemenni a 360-as benzinnel Kaposvárra, meg hazajönni, úgyhogy én minden kedden len voltam a fotóklubban. Ez volt az én külön szórakozásom. Végül is nem kerestem rosszul, mint magánkisiparos, tehát megengedhettem magamnak ezt a anyagi kilengést a család ellen, hogy én most elmegyek Kaposvárra művészkedni. Na most aztán ők elkezdtek engem menedzselni, és hát itt nem lehet látni a képeken, mert föl vannak kasírozva, de nagyon sok helyen szerepeltem a spanyol nemzeti szalontól kezdve, a román nemzeti szalonon át, a Kaliningrádba, Königsbergbe, ugye valamikor a Szovjetunióhoz sinkófálták oda, ott is egy díjat nyertem. Az a kép éppen nincs kint, az a címe, hogy Nyár. Abban az időben volt például a moszkvai olimpia. És az első díj az egy Misa Mackó volt. Ezt most nem kell rajta röhögni, nem egy herendi váza, nem egy ólomkristály tányér vagy akármi, egy Misa Mackó, el is küldték frankon, meg egy oklevél, amire az volt ráírva, hogy diplom. Úgyhogy szerepeltem egy jó pár helyen, legutoljára most itt a hivatal jóvoltából, a török testvérvárosunkban, Isztambulban egy hasonló karakterű, ilyen közigazgatási szerb, tehát nem egy szalon volt, hanem nekem csináltak egy hasonlót. Az imént az hangzott el, hogy volt ugye munka is a fényképezés sokáig, és aztán a saját örömre is megjelentek ezek a fotózások. Mennyire kellett vagy lehetett más szemmel nézni a munka jellegű fotókat és a hobbi vagy a művészi irányultságú fotókat? Fekete-fehér világ az annyira mélyen hatott rám annak idején, hisz avval kezdtük, hogy amikor a színes fényképezés, nem a digitális, csak a színes fényképezés elkezdődött, akkor én úgy gondoltam, hogy az én életem az a fekete-fehér jegyébe fog lezajlani. Aztán, mert az azt jelentette, hogy olyan anyagi ráfordítás kellett volna egy színes fotólabor megvételéhez, fölállításához, meg még két kéz, meg még két ember hozzá, hogy inkább bérmunkába egy kollégámmal csináltattam meg, mondjuk a te gyerekedet, ha megkérted, hogy fényképezzem le, mit tudom én, tortával, akkor igényes voltam én akkor is, nem voltak reklamációim. Hát először is ez nekem tanult szakmám, amit aztán később az 500-as ipari iskolába tanítottam 4 évig, vagy 5 évig, amíg másra le nem költöztem, fotofizikát, fotokémiát, és hát én, mint igényesebb ember, ugye képkivágásról, a mélységélességnek a helyes alkalmazásáról és egyebekről, szakszerű, tanult és begyakorlott véleményem volt. Tehát én nem, mit tudom én, a fűzfatelepről jöttem, aki igen jó fényképez, be tudja adni a fotolaborba a filmet, és utána, ha szép képeket csinál, azt se vitatom, és utána azért fölveszi a pénzt. Ez is egy szakma, ez is egy gyakorlás. Nekem még úgy kellett dolgoznom, hogy a 80 éves Pali bácsi a 76 éves menyasszonyával ugyanolyan szép legyen rajta, mint a 23 éves Áron a 19 éves menyasszonyával. Pedig mondjuk a te arcodon nincsen ránc, meg szemölcs, meg anyám kinya. Az előbb említett úrnak és hölgynek pedig, hát már hogy úgy mondjam, ahogy nekem se egy fotogén mamára megöregedett pofikám, hát azok se voltak azok. Na most ezeket ugye grafitceruzás, fekete-fehér retussal, a negatívon elvárás volt. Tehát ilyen nem vette át. Azt kérdezte, hogy ez itt mi az arcomon?
23 gennyes pattanás volt rajta. Az el lett tüntetve. És egy maradt neki valahol. Nem, ma már a fényképész idézőjelbe, én hallottam a saját fülemmel iskolába. Azt kérdezte a tablós lánytól, hogy amikor az reklamált, hogy hogy néz ki, hogy tükrötök van otthon, kis pofám? Na most, hát ezt a fajta kuncsávtal való hozzáállást, ezt soha nem engedtem meg magamnak. A fotoművészeti dolgok meg kell az embernek, hogy legyen egy kompozíciós érzéke, kell, hogy először is észrevegyen valamit. Itt kezdődik, hogy meglássa. Most itt nem a meglátásról beszélek, hanem egyáltalán a téma meglátásáról. Ezért nem árt, hogyha valaki egy fényképezőgépet, ha van neki kettő, állandóan a kocsiába tart, és ha előadódik valami extrém, érdekes, furcsa, vagy bármilyen jelenség, akkor lefényképezi. És hát kétféle ember van, az egyik, amelyik csinál nagyon sok képet, és utána a laborba választja ki, hogy most neki melyik tetszik, vagy melyik nem, és a másik, aki belőlem egyik is van, meg a másik is, tehát félreértés ne legyen, nem nagy képüsködni akarok, de a másik pedig az, amikor úgy fényképez le valamit, hogy csinál róla egy képet, mert ő ezt meglátta. És nem 42-t, nem legugolva, fölállva, hasonfekve, és majd meglátjuk, melyik lesz a jó, hanem, és kell hozzá egy marha nagy adag szerencse is. Mert az, hogy az ember néha talál olyan dolgokat, ami hát tényleg egy robogó autóból nagyon kevés embernek jut eszébe, hogy egy villám sújtott a fát például észrevegye. Azt észreveszi, hogy hát a fasorból ez hiányzik, kidőlt a sorból a mandulafa idézőjelbe. De az, hogy utána várjon egy fél évet, hogy ez most regenerálódik-e, mennyire, és eljusson oda, hogy én ezt a Metamorfózis című fotót, két fotóból álló sort megcsináltam, hogy a villámsújtott fából ma már újra, igaz, hogy picike, de virágzó gesztenyefa van. Na ezt egy autóbuk előtt meglátni, és utána kellett menni. És volt olyan, ami engem ejtett csodálkozásra, késztetett csodálkozásra, amikor azt láttam, hogy valaki lefényképezett, tehát persze nem vagyok epigon, tehát nem utánzom, de láttam egy méghozzá Takarék Szövetkezetnek egy valami ilyen reklám lapját, ahol le volt fényképezve egy kiszáradt fa, egy tavaszi fa, ugyanarról a helyről, mint a gép állványa esett, egy nyári fa, meg egy őszi lomb. És az évszakok így körbe voltak. Na most évszakok című fotósorozatom nekem is van, de vigyáztam, hogy nehogy véletlenül még csak a halvány látszata se legyen. Na most amire büszke vagyok, hogy ez nem egy tematikus kiállítás. Itt a rap futballkapustól kezdve a gyermekét tápláló anyukáig, vagy a éhező rigó gyerekektől a Selye melletti páprádi erdészlak közelébe kilesett őszcsaládig, hát elég széles a skála. Azt tehát láthatod, hogy a témák nagyon sokszínűek, nagyon sokfajták, úgy szín, mint képi, vagy akár, ahogy említettük is, témaválasztás szempontjából. Ugyanakkor azt is elmondtuk, hogy a 60-as évek dereka közepe, második fele óta készülnek ezek a fotók. Az viszont érzékelhető, hogy nem egyfajta azonos látásmód van, hanem egy mindig változó látásmód. Gondolok itt akár arra is, hogy van például montás, ha jól láttam, a szódás kép kapcsán, és vannak egészen, ami egy közeli portré ráadásul, és vannak egészen távoli képek, mint a gyönyörű aranyló tenger. Hát igen. Na most itt voltak, hogy mondjam, a fotóban és a fotóművészetben, nem csak Magyarországon, hanem világszerte voltak ilyen divatáramlatok, hogy mi a trend. Volt egy időszak, amikor például az úgynevezett izohélia az, hogy hódított. Nekem is van egy ilyen fotóm, bár az most nincsen kitéve itt éppen. Az a cím, hogy energia, ez készült egy fotóról és egy színes diáról. És a kettő, a negatívia, meg a színes dia egy picit el lett tolva, és ezáltal ilyen kettős kontúrú érdekes, technikai érdekesség volt. Na most ezeket a trendeket muszáj volt követni. Itt van a kollázsok kérdése.
nagyon büszke lehetsz magadra, hogy azt a szódást észrevetted, mert az valóban egy szódáskocsiról szól, meg egy mohácsi műtermi portrémról. Arra kellett össze-vissza vigyázni, hogy a nap egy irányba süssön, tehát ha bácsi arcát innen érte a nap, akkor a szódásüvegeket is úgy kellett fényképezni, hogy onnan érje a nap, mert ugye ezt megtanultuk még a fotós iskolában, oda már egy nap van az égen, tehát ez a hollywoodi világítása, egyik füle világít, a másik süt, a feje fénylik, hát ezt lehet egy műteremben megcsinálni egy filmezésnél, nagyobb érdeklődés kedvéért, de mondjuk a fotóművészetben ez nem igen volt divat, és ma sem divat. Úgyhogy valóban ez a kollázs, ez az összevagdosás, ez is divat lett, mert előfordult olyan, hogy például van itt egy másik kollázs, az a Fehér Ház, ahol egy hajdani felszabadulás lakótelepi házak közül látszó égbolt az úttestről, a főútról egy vihar égbolt volt, és a kis ház az pedig a Gerezd laki kanyarba egy parasztház, ami úgy megfogott, hogy na ez valahova jó lesz. És akkor a kettőt összerakta az ember, újra lefényképezte, mert abban az időben ez nem úgy ment, mint ma, hogy beetetik a számítógépbe, és akkor digitalizálva a sasorú vőlegényből csinálnak piszét, a nagyhasú menyasszonyból ilyen slank, csodálatos fotomodell alakú dolgot. Úgyhogy a dolognak ez a része most már így engem nem is érdekel. Én a számítógépet a fényképezéshez, maximum a képek raktározásához, tehát egy DVD vagy egy CD elkészítéséhez használom, de nekem ilyen, hogy Photoshop, meg mit tudom én, itt csalunk, ott csalunk, akkor nincs értelme az egésznek, gyerekek. Hát akkor a vadászatnak se lenne, hogyha a lelőtt mezei nyulat oroszlánnak maszkíroznám, és oda feküdnék mellé, hogy én lőttem, nem? Az mindenképpen érdekes lehet fotós szemszögből, hogy egy-egy téma hányszor találja meg az embert, hiszen vannak olyan fotósok, akik visszatérnek adott témát többször fotózni, de van, aki azt mondja egy adott témánál, hogy ez most úgy van kész, ahogy van, ez már többet nem tudok hozzátenni, félreteszem a témát. Igen, hát van olyan, hogy például én ott sokszor megfordultam ebbe az emlékparkba, ugye, ami most nemzeti kegyhely, és soha nem jutott eszembe fényképezni ott, mert úgy globálisan az egészet nem lehetett volna megfogni, viszont egyenként meg azok a faragványokat adottak, valaki megfaragta, azt oda beásták egyenesen, ferdén, ahogy éppen a művésznek az elképzelése volt. Na most, amikor kiköltöztem Sátorhelyre, akkor kezdtem kacirkodni a gondolattal, hogy kellene csinálni ott az emlékparknak legalább a kapujáról egy fotót, és nagyon örülök, hogy sikerült ez a Hősvértől pirosul gyásztér című fotóm, ami nem akar szájbarágos lenni, csak utólag rágtam a szájába a nézőnek, mert utólag vettem észre, hogy egy vörös rózsa van az előtérben. Tehát ezt most őszintén bevallom, én a kaput akartam lefényképezni, és utána köszöntem meg a sorsnak, a Jóistennek, hogy ez így volt, tehát vannak véletlenek is. Ha Mohácsról beszélgetünk és Mohácson beszélgetünk, akkor a busójárás témája megkerülhetetlen. Ez Winternitz Ferenc művészetében hogy jelenik meg? Engem a tiszta folklór az érdekel. Én csináltam nagyon sok busófotót annak idején, amelyre sajnos rányomta a bélyegét az, hogy nem egy homogén folklór, hanem vegyül bele a néző, vegyül bele az alkoholt fogyasztó személy, vegyül bele a mit tudom én, rossz életű, nem innen, nem onnan, nem amonnan jött vendégek, és a rendes kuncsaftok is. Ezek között ott a busó. Ezen nekem nincs mit fotózni. Én egy busó képet tettem most is ide ki, az a címe, hogy a busó, ami, hogy mondjam, tisztán a busó. A tűzzel, a busójárás lényegével, a kereplővel, a buzogánnyal, sziluett, tehát nem utal arra, hogy ez most a szomszédom a Sanyi, vagy az Erzsi néni, mert az is beöltözött, hanem ő a busó. Exaktan elvonva ő a busó.
Nem titok, hiszen kint van itt a falon is az életrajzban, hogy 1940-ben született, tehát 76 esztendős. Az életét még mindig azért kitölti a munka is, itt a Városházán. Az unokák természetesen, tehát a család. 8 szál virág van, akit közül az egyiket virágnak is hívnak a tetejébe. No, nagyon-nagyon kitöltené az életemet. Hát először is munkanélkül nem lehet meglenni. Tehát az, hogy valaki hazamegy, leül a felesége mellé, és az zsűrizi, hogy mennyi borsot, meg mit tudom én, micsodát, sót rak az ebédbe, az előbb-utóbb a halálhoz vezet. Nekem volt egy huszár főhadnagy nagybátyám, aki egyébként tanult szakmáját tekintve agrármérnök volt, tehát, és így is ment nyugdíjba. Igaz, hogy szégyentelen vállalata a gyapotosoktól, ugye a Rákosi rendszerben magyar gyapot, ugye. Én mi is szedtük ott Nagyharsány Berement környékén, egy röhely volt. Na mindegy. A Micu bácsi nagyon hamar meghalt, amikor nyugdíjba ment, azért, mert ő leült és a Marcsa nénit egrecíroztatta, hogy kevés lesz abban még ez a babérlevél, meg egyéb. Volt egy kollégája, aki sógora volt, szintén a keresztapám, tehát a keresztanyámnak a férje, anyám testvéreiről van szó, akik lányok voltak, és azoknak a férjeiről van, a Jóska bácsi, az pedig egy tevékeny, minden után utána járó, izgő, mozgó ember volt. Hát azt hiszem, lassan megközelítem azt az életkort, amit ő leélt. Egyébként ő volt az első halott a családba, és ez számomra egy olyan dráma volt. De ő sokáig élt, mert nem ült ott, és nem mondta, hogy a lekvárba mit tegyenek be, meg hogy kösse le a tetejét, meg mit tudom én. Futott, mint az üregi nyúl, pedig hát Mecsek utcában laktunk, az mondjuk a meredeksége a közel a 45 fokhoz, 38-39. A fotózás mennyire fér még bele ebbe a eléggé sűrű nyugdíjas korba? Ha látok valamit, akkor lefényképezem, vagy eltervezem, hogy mit szeretnék csinálni. Van olyan, amit már régóta tervezek, és még nem csináltam meg. Meg szeretném csinálni. És nem árulok zsákba macskát vele, ha netán jó sikerül, akkor azt is bemutatom. Winternitz Ferenc temetéséről később intézkednek. Emlékét kegyelettel megőrizzük. Mindig örömmel adunk hírt tehetséges mohácsi fiatalok sikereiről. A következő riportunkban az MTE 1888 úszó szakosztályának vezetőjével, Cakó Csabával a jövő bajnokai programról beszélgetünk, amelynek idei keretébe eredményeik alapján 4 mohácsi úszó is bekerült. Örömteli hír érkezett a mohácsi tornaegylet 1888 úszó szakosztálya házatájáról, mégpedig az, hogy 4 tehetséges versenyző bekerült a jövő bajnokai programba. Mit akar ez a jövő bajnokai program? Az jövő bajnokai program az a Magyar Úszó Szövetségnek egy ilyen kiemelt programja, és azokat a gyerekeket próbálja támogatni, különféle eszközökkel, különféle programokkal, képzésekkel, rajtgyakorlatokkal, vagy éppen valamelyik olimpiai bajnoknak a meghívásával és egy előadással, akiket ők úgy látnak, hogy tehetségesek, és eljuthatnak évek során akár egy olimpiai bajnoki címhez, vagy egy országos bajnoki címhez. Ez egy elég komoly válogatási elvvel rendelkező program. A tavalyi előtti évben úgy volt, hogy az első 3 helyezett az országos bajnokságokról kerülhetett be, de mivel a tavalyi évben ugye a Covid miatt nem rendeztek országos bajnokságot, ezért idén az első 8, tehát a ranglistán szereplő első 8 helyezett kerülhet be. Ez azt jelenti, hogy egy korosztályonként, évjáratonként a legjobb 8 az országba bekerül ebbe a programba. Bemutatkozást szeretnék kérni, hogy hívnak? Tadis Bertalan. És mit szólsz ahhoz, hogy korosztályos válogatott tagja lehetsz? Bár ha jól tudom, te már tavaly is az voltál. Igen. És ez mit jelent? Örülök. Milyen programokba vettél részt a tavalyi évben? Volt ez a jövő bajnokai, ott nagyon sok program volt. Voltak ilyen edzések, ilyen technikai edzések, ilyesmik. Milyen eredményeid vannak? A ranglistán top 8-ban benne vagyok,
Sokszor. Milyen úszás nemben? Leginkább gyors meg hát. És milyen hosszon? 150 meg 100. És van-e példaképed? Van. Magyarok közül? Igen. És ki? Milák Kristóf. Mondhatjuk akkor azt, hogy ez a program, ez egy ilyen utánpótlás program? Tehát azokat a legjobbakat szerzi be tulajdonképpen az úszószövetség, akikben lát arra lehetőséget, ahogy az előbb is említetted, hogy akár olimpiai bajnoki címig eljuthassanak. Igen, igen, tehát beszélhetünk arról, hogy ez egy olyan program, amiben összeválogatják a legjobbakat. A jelenleg a korosztályban, tehát beszéltünk egy korosztályos válogatottról, hogyha nagyon ki akarom sarkosítani, és tényleg csak az kerülhet be, aki olyan eredményt tud elérni, még egyébként a tavalyi évben is, tehát nem az volt, hogy azt mondták, hogy nem kerül be senki, hanem a tavalyi évben is, abban a helyzetben is azt mondták, hogy a legjobb 8. Rajcs Martin vagyok. Mióta úszol? 7,5 éve. Milyen eredményekkel büszkélkedhetsz? Szerintem jók. Szóval... Konkrétabban, rövid távon, hosszú távon? Leginkább mellúszás, meg gyors. És mit szólsz ahhoz, hogy bekerültél a válogatottba? Hát én nagyon örülök, de ennek a... meg is van az eredménye, vagy remélem meg is lesz. Mit szeretnél elérni? Mi a célod? Hát olimpiai bajnok szeretnék lenni, meg igen. Van-e példaképed? Hát az edzőm. Igen. És Milák Kristóf. Mennyi munka ez, hogy idáig eljutottál? Hetente hányszor jársz edzésre? Hát hetente 18 órában edzünk, szóval nagyon sok. Hát úgy van, hogy kedd, szerda, csütörtök reggeli edzés az van, délutáni kondi és délutáni edzés, úszás. Szóval elég sok. Az elég sok, és ez mellett a tanulás is megy? Persze. Ott is jó eredmények vannak. Úgyhogy... Akkor a szüleid nagyon büszkék lehetnek rá. Hát remélem azok. Mohácsról akkor 4-en kerülhettek be. Ők akkor úgy látom, hogy elég jó eredményeket érhettek el. Igen, igen, igen. Tehát 4 fiúról van szó egyébként. 2008-2009-es korosztályba. Ugye azt kell tudni, hogy 2009, 2008, 2007 és 2006-ból kerülhetett be a programba versenyző, és a ketten már ugye a Tadis Berci meg a Rajci Martin, ők ketten már benn voltak a programban tavalyi évben, és idén bővítették a 2009-esekkel, és így került be a Rajci Zalán és a Kocsis Ádám, de ugye a programból ugyanúgy ki is lehet esni, tehát ez nem azt jelenti, hogy ha valaki bekerül egy évben, akkor az örökös tag mondjuk. Nem nyilván az ki is eshet ugyanúgy, tehát hogyha nem hozza azokat az eredményeket, ha nem lesz benne az első 8, vagy nem lesz országos bajnokság első 3-ba, akkor nyilván kiesik a programból. Kocsis Ádám. Mióta úszol? 3,5 éves korom óta. És a jól tudom, akkor a te nevedhez nagyon sok csúcs, döntés is tartozik például. Hát 50-100 mellen országos csúcsot döntöttem, és 50-100-200 mellen megnyertem az OB-t. És ez mit jelent a számodra, hogy te is bekerültél a korosztályos válogatottba? Örülök, meg jó is. És mit gondolsz, jelent-e ez majd neked plusz munkát? Igen, fog. Hetente hányszor edzel? Hát én is, amúgy, mint a Martin. Neked mi a célod avval, hogy ilyen sokat úszol, és ilyen ügyes vagy? Hát olimpiai bajnok lenni. Van-e maximális létszám ebben a keretben? Hát ebben az évben, hogyha jól tudom, akkor 32-en kerültek be a Dél-Dunántúlról, tehát ugye ebből a régióból, és ha jól tudom, akkor olyan 250 körül van az egész országban, akik bekerültek. Kevesebben vagyunk jóval, mint a tavalyi évben, tehát ez a 8-ba kerülés, ez egy kicsit azért erősebb, mint az OB1-3, tehát azért így tőlünk is kiesett egyébként egy lány, aki nem került 8-ba, és 2007-es lányunk. De én azt gondolom, hogy ez a 4 fő, ez ahhoz képest, hogy mondjuk Pécsen, ami azért egy jóval nagyobb város, onnan is 4 fő delegálnak ebbe a programba, ahhoz képest szerintem egy nagyon színvonalas. Rajci Zalán vagyok. És te mióta úszol? Én 5 éves korom óta. Eredményeid? Hát azok szerintem úgy elég jók, és hosszú távon is jó vagyok, meg rövid távon, de inkább hosszú táv. És az mit jelent, hogy jók az eredmények? Bronz, ezüst, arany?
minden van. Örülsz annak, hogy bekerültél ebbe a programba? Igen, nagyon. És neked ki a példaképed? Hát hosszú távon Rasovszky Kristóf, meg hát Rasovszky Kristóf. És a hosszú távon való úszás az nem monoton egy kicsit? Nem unalmas? Hát ezt nem tudom, még nem tudom. Hát úgy nem nagyon egyébként, mert... Hosszú nem. Táv az mit jelent egyébként? Mi az a hosszú táv? Hát 800 meg 1500. 800 meg 1500, az elég hosszú. Igen. Mire gondolsz olyankor, amikor úszol? Nem tudom igazából, csak arra, hogy egyéni úszok, és hogy jó idő legyen. És te is 18 órát edzel hetente? Igen. Tanulás mellette? Az jó. Ez is jó? Uh-huh. És mellette egy kis játék, kis bohóckodás, az belefér? Á, nem, nem nagyon. Nem nagyon? Nem. Csak hétvégén. Csak maximum. Hétvégén. Uh-huh. És most lesz a következő verseny. Készülsz rá? Hát, igen, készülök. És készülsz arra, hogy elindultak ebben a jövő bajnokai képzés programban? Igen, készülök. Mindenre. Nagyjából mindenre készülünk. Szeretsz úszni? Igen, nagyon. Edzőbácsival hogy áll a kapcsolatod? Jól. Említetted, hogy Dél-Dunántúli régió. Hány egyesületet érint ez? Ha jól tudom, most 13 vagy 14 egyesület van ebbe a régióba. Nyilván vannak kisebb, nagyobb egyesületek, van, aki nem tud delegálni ebbe. Tehát ez nem azt jelenti, hogy egy adott egyesület, aki régióba tartozik, az bekerül. Ha nincs olyan versenyzője, akkor nyilván ebből a programból kimarad. Gondolom, akkor ez egy hatalmas elismerés a mohácsi úszó szakosztálynak, hiszen nem egy nagyon régi szakosztályról beszélünk. Nem, nyilván nekünk célunk az, hogy valamiféle eredményt felmutassunk. Legyen az akár egy érem, vagy bármiféle programba való részvétel. Mi szerettünk volna mindenképpen 4 versenyzőt ebbe a programba, bár 5 volt a tavalyi évben leírt cél. Hát én azt gondolom, hogy ennek azért van jelentősége, hogy ez egy 10-11 éves klub. Az első 3-4 évet azt lényegében heti 3-4 edzéssel, másfél órás vagy órás edzésekkel bonyolítottuk le, tehát gyerekcipőben járt az egész. Azokhoz az időkhöz képest azért nagyon-nagyon kinőttük magunkat, ez mind eredményességben, mind létszámban, és nagyon sok tehetséges gyerek van. Jelenleg hány gyermek úszik a szakosztályban? Hát hivatalosan ugye a Covid előtti helyzetnél olyan 140-es létszámmal dolgoztunk, ugye ezt le kellett redukálnunk az igazolt sportolókra, ugye szabály szerint ez 60 főt takar most, tehát 60 gyerekkel dolgozunk most, ugye itt vannak, akinek hetente 8 edzése van, és vannak olyanok, akiknek hetente 2-től mondjuk 5-ig van edzés vagy darabszáma, és hát ugye reméljük, hogy minél véget ér ez a helyzet, és visszajöhetnek az utánpótáskorú versenyzők, azok, akik nincsenek igazolva, a visszaszoktóink, a tanmedencéseink, tehát azért nagyon hiányoznak ezek a gyerekek a létszámból. Ha már szóba került a Covid, és hát miért ne kerülne szóba, hiszen az egész életünk erről szól most már lassan 2 éve, miben más még, miben változott még meg az úszó szakosztály élete a Covid miatt? Gondolok akár az edzéseket, ahogy most mondtad, hogy kevesebb van, akár a versenyzés, akár a különféle táboroztatási lehetőségek. A tavalyi évben buktunk egy bulgáriai edzőtábor például, ez miatt a Covid helyzet miatt, oda 25 gyerekkel mentünk volna, de ugye mivel nem tudott minket fogadni Bulgária, ezért azt például elveszítettük. A versenyeztetés az elején nagyon döcögősen ment, a tavalyi évben nagyon-nagyon sok verseny elmaradt, kimaradt, nem tudtunk elmenni, voltak úszoda problémáink, tehát elég összetett volt ez az egész dolog. Hál' Istennek sportolót, tehát igazolt sportolót nem veszítettünk, ez nem titkolt célunk volt. Tehát mi aztán tényleg az online úszástól kezdve a kvízjátékokon keresztül igazából mindent megcsináltunk azért, hogy ne tűnjön el senki a szakosztályunkból. És azt gondolom, hogy alapból azt gondolom, hogy mi egy család vagyunk itt, és még összetartóbb családdá kovácsolt ez minket. Nagyon figyelnek egymásra a szülők, nagyon figyelnek egymásra tényleg azt gondolom, hogy ez az egész Covid most a mi életünkben nem játszik olyan nagy szerepet, tehát mi ezt így elengedtük, mi a versenyzésre koncentrálunk most, de például az, hogy versenyeket ugye szülő nélkül kell megrendezni, és nem tud eljönni valaki megnézni a gyerekét, ez egy rossz dolog. És azért 2 hetente járunk versenyre, nyilván
tehát az, hogy valaki nem látja egy évig a gyerekét úszni, és nem tudja elismerni, az azért nehéz. Akkor az idejében azért jártok versenyekre? Igen, Kaposvárra járunk, nagyon színvonalas versenyeket rendeznek. Ott volt a regionális országos bajnokság is a tavalyi év végén. Az volt, nem titkolt célunk volt, hogy ott azért azt jól megcsípjük, és ott jól szerepeljünk, nagyon-nagyon jól szerepeltek a gyerekek. Ugye tudtuk nagyon jól, hogyha nem kerülünk be a 8-ba, akkor ugye nem lesz régiós válogatottunk. Tehát ugye nálunk az utolsó 1-2 hónap az tényleg azon volt, hogy mindenkit óvtunk, mint a hímes tojás, mert hogy ha csak kipicamodik a bokája, vagy bármi miatt, nem tud ugye abba az évben eredményt produkálni, és ebből hiába vagyunk jók, nem fogunk bekerülni. Tehát ugye nálam ez egy nagyon nagy nyomás volt az utolsó 2 hónapban, hogy tudtam nagyon jól, hogy nekünk az évünk is gyenge volt, az uszoda zárva tartások miatt nagyon sok egyesületnél nyitva volt az uszoda, ugye lényegében benne voltunk abban a top 3 egyesületben, akinek nem volt uszodája az országban, szóval voltak azért pozitívumok a dolgainkban, de azt gondolom, hogy rendeződött minden, és most tényleg jó körülmények között tudunk edzeni. Mindig emlegeted azt, hogy nem titkolt cél, nem titkolt cél. Ebben a korosztályos válogatottal mi a nem titkolt cél? Tehát mit szeretnél látni ezekből a gyerekekből? Hát most, aki engem ismeri, én nagyon-nagyon maximalista ember vagyok, tehát én azt gondolom, hogy én addig szoktam tolni a repülőt, amíg fel nem száll, úgyhogy én ezekből a gyerekekből egy olimpiai bajnokot szeretnék nevelni. Tehát ez, bárki azt mondja, hogy mert ezt Mohácson nem tudjuk megcsinálni, meg nem lehet megcsinálni, meg hasonló, de meg lehet. Ez bárhonnan meg lehet. Pont ezt akartam kérdezni, hogy ezt meg lehet csinálni egy vidéki kisvárosnak az egyesületéből? Én azt gondolom, hogy én úsztam jó pár vidéki kisvárosnak az egyesületébe. Úsztam olyan versenyzőkkel, akik utána olimpián szerepeltek és hasonló. Ennél jóval szarabb körülmények közül is meg lehet csinálni. Van egyébként egy nagyon jó barátom, a Gyertyánfi Tamás, hogy az olasz válogatottnak volt az edzője, és ő mindig azt szokta mondani, hogy nem feltétlenül az a jó a gyereknek egyébként, hogyha egy gyerek úszik egy pályán, mert hogy nincs az a stressz helyzet, nincs az, hogy meg kell oldania valamit, nincs az, hogy ki kell kerülnie valamit, és úgy érzi, hogy ez az egész egy tök egyszerű dolog. És aztán, amikor oda kerül a versenyre, akkor hirtelen már nem úgy megy, akkor már bemelegítésen is 20-an vannak a szájába is. Ő is észrevette azt, hogy ilyenkor a gyerekek azért úgy hirtelen stressz helyzet jön, és már nem úgy szerepelnek a versenyen. Szóval van ennek egy nyilván egy rossz dolga, van egy jó dolga is, hogy kisebb a medence, hogy kevesebb a pályánk, de viszont az, hogy mondom, egy család vagyunk, és nagyon jó közösség van, akik mindent megtesznek egymásért, az nagyban segíti ezt az egész dolgot, és szerintem ez többet ér, mint egy bármilyen 20 pályás medence ebben az egészben. Erre a 4 gyerekre, akik bekerültek ebbe a válogatottba, vár valami külön edzés? Tehát te például találtál már ki nekik valami különleges edzést, vagy pedig ennek a jövő bajnokai program keretében majd ők kapnak külön edzéseket? Külön edzéseket nem kapnak, de nálunk pont ebből a családias légkörből adódóan nincs kiemelve senki. Nem úsztam olyan egyesületbe, ahol kiemeltek versenyzőt, aki nem feltétlenül volt a legjobb, de mondjuk a legszimpatikusabb volt az edző számára. Így lehet, hogy olyan tehetség, aki egyébként ott lenne az egész történet mögött, az és odaérne, az nem fog akkora lehetőséget kapni, nem kap akkora figyelmet. Plusz edzésük nincsen, ilyen plusz képzéseik vannak. Tehát például meghívnak egy olimpiai bajnokot, aki leül velük beszélgetni, elmondja az ő élettörténetét. Akkor van olyan, hogy elmehetünk például a Duna Arénába fejeseket elemezni videóval. Tehát vannak olyan pozitívumok. Minden hónapban egyébként van egy ilyen képzés a számukra, ez egy félnapos képzés, és az a jó még a programban, hogy a szülők is részt vehetnek a képzéseken, tehát az edző, a versenyző, és akár a szülő is beülhet és meghallgathatja például Cseh Lacit, hogy ő neki milyen problémái voltak annak idején a tanulással, vagy bármilyen ilyen dologa, és kérdezhet is a szülő tőle, hogy például a te apukád, anyukád hogyan vette ezt az akadályt, és hogyan oldotta meg ezt a problémát. Nagyon sokan mondják, hogy nagyon sokat számít a sportpszichológia. Szerinted fontos-e már, hogy ilyen kiskorban is esetleg egy szakember foglalkozzon velük, aki mentálisan próbálja meg őket felkészíteni a különböző egyre erősebb versenyhelyzetekre? Azt gondolom, hogy fontos. Van olyan versenyző, aki számára nagyon fontos. Nálunk is van olyan versenyző, egyébként aki jár sportpszichológushoz. Van olyan, akinek elég, hogy leülünk mi ketten beszélgetni, tehát ebből adódóan is át tud lendülni egy nehezebb
időszakon, vagy egy nehezebb helyzeten, de az is nagyon fontos, hogy azért tudni kell azt, hogy ma milyen jegyet kapott matekból, hogy ma miből írt a dolgozatot, tehát igazából együtt kell velük lélegezni. Én azt szoktam mondani, hogy igazából ez egy cirkusz, ahol én vagyok a bohóc, és minden nap valami új előadást kell csinálni, hiszen azért jönnek ide, mert ők jól érzik itt magukat. Nyilván én is elmegyek egyszer a cirkuszba, de másnap nem nézem meg ugyanazt az előadást, ezért holnap megint más kell hozni, és hogyha minden nap új előadást kapnak, akkor természetesen őket az érdekli, és ők erre vevők. És azért itt mindenki, tehát mindig azt szoktam mondani, hogy én vagyok az, aki a 150 gyereknek tudja a nevét, igen. Tehát, hogy én szeretem tudni, hogy ki van a kismerencében, ha csak 5 éves, akkor is tudjuk azt, hogy ki ő, hogy hívják, legyen egy jó szava, köszönjünk neki, mert ez fontos. Mi lesz a következő verseny, mire készültök most? A következő verseny most Baján lesz, 10-én, április 10-én, ez egy ilyen kupa verseny. Nagyon-nagyon összeraktuk ezt, most szeretnénk elhozni ezt a bajai ML kupát. Ez egy nemzetközi verseny, nem tudom, hogy lesznek-e külföldi résztvevők, ugye itt ugyanígy a koronahelyzet miatt, de mi szeretnénk megnyerni a kupát. Azt gondolom, hogy egyébként sikerülni is fog, és ezek a kupa versenyek is mindig összekovácsolnak mindenki, mert nem csak önmagukért úsznak, hanem nyilván azért is, hogy a csapat első legyen a csapatversenyben, és akkor ezért egy hatalmas kupát kapunk. A húsvét a kereszténység egyik legfontosabb ünnepe. Az újjászületésre, Jézus feltámadásának csodájára, az örök élet ígéretére emlékeznek világszerte a hívek, így Mohács jelentős római katolikus közössége is. A vírushelyzet okozta korlátozások miatt számos ilyenkor hagyományos mozzanat maradt el, mint például a körmenet vagy a szabadtéri tűzszentelés. Ennek ellenére, akik ott voltak a fogadalmi templomban, bensőséges, ünnepélyes szentmisén ünnepelhették húsvét titkát. A húsvéti vigília szertartása a fogadalmi templom bejáratánál a tűzszentelés szertartásával kezdődött. Kedves testvérem, ezen az éjszakán, amikor a mi Urunk Jézus Krisztus a halálból életre támad, az egyház meghívja az egész világon szerte élő gyermekeit, hogy vérasszanak és imádkozzanak. Ha így emlékezünk Urunk húsvétjára, vagyis ha igéjét hallgatjuk, halálát és feltámadását megünnepeljük, akkor remélhetjük, hogy a halálon való győzelmének is részesei leszünk, és vele együtt élünk Istenben. Könyörögjünk! Istenünk, te szent fiad által isteni fényességgel, tüzet adtad híveidnek, kérünk, szenteld meg ezt az új tüzet, és a húsvét ünnepek kegyelmével a mennyei vágyakra gyújts föl szívünket, hogy tiszta lélekkel jussunk el örök dicsőséget fényének megünneplésére. Krisztus a mi Urunk által. Amen. A megszentelt tűzzel Bacsmai László plébános meggyújtotta a húsvéti gyertyát, miközben azt imádkozta, Jézus Krisztus tegnap és ma, ő a kezdet és a vég, ő az alfa és az omega, övé az idő, és övé az örökké valóság, övé a dicsőség és a hatalom, mindörökkön örökké. Jézus Krisztus tegnap és ma, ő a kezdet és a vég, az alfa és az omega, övé az idő, és övé az örökké valóság, övé a dicsőség és a hatalom, mindörökkön örökké. Amen. Szent és dicsőséges sebb helyeid által őrizzen és védjen meg minket az Úr Krisztus. Amen. Ez a húsvéti gyertya Jézus testét szimbolizálja, benne a tömjén szegekkel, amelyek Jézus halálos sebeit jelzik. A folytatásban a meggyújtott gyertyával elindultak a templom belsejébe, majd a pap által háromszor énekelt Krisztus világossága sorra a hívek egy emberként felelték, Istennek legyen hála. Ezután hangzott fel a húsvéti örömének, amely az ünnep tartalmát fogalmazza meg. Ábrahám.
az ige liturgia során Mózes első és második könyvéből vett olvasmányok neki. Után felhangzott a glória, Isten dicsőítése. Majd a Szentmise legmegindító pillanata következett, visszatértek a harangok Rómából, és újra zúgni kezdtek. A Szentleckét követően az ünnepélyes Alleluja Jézus feltámadását, az igazi örömhírt hirdeti. A prédikációban Bacsmai László többek között arról is szólt, hogy a katolikus hit kiinduló pontja az üres sír, ami azt jelzi, Jézus legyőzte a halált. Krisztusban szeretett testvéreim! Húsvét titkát ünnepeljük, húsvét misztériumát, azt tudja igazán felfogni lelkileg, aki egységben szemléli Jézus szenvedését, halálát és feltámadását. Nagy csütörtökön együtt vagyunk Jézussal, az utolsó vacsora termében, az oltári szentség alapításánál. Majd elkísérjük őt az olajfák hegyére, ahol szemléljük az ő lelki gyötrődését, az atya akaratának elfogadását, virasztunk vele, hogy kérte apostolaitól. Nagy pénteken Jézus testi-lelki fájdalmaiban osztozunk a liturgia által, a keresztúton végig kísérjük őt a Golgotára, belehelyezkedünk az ő stációiba. Majd délutántól a halott Krisztusra emlékezünk. Nagy pénteken este már minden csendes. A liturgia is csendben, csendes leborulással kezdődik, ami jelképezi Jézusnak a halálát és feltámadását előre. Aztán a nagypénteki passión keresztül felelevenítjük az eseményeket Jézus szenvedéséről, majd az egész világért könyörgünk, aztán kifejezzük hódolatunkat a kereszt előtt, kifejezzük köszönetünket Jézusnak, hogy ennyire szeretett minket. Ebben az évben most a vírus helyzet miatt ezt a hódolatunkat egyszerűbb formában a saját helyünkön meghajlással végeztük. Aztán jön tovább a csend. Nagy szombaton semmiféle liturgia nincs. Ez a szombat esti liturgia, ez már vigíliának előestének számít. Ahogy tapasztaltuk, az egyház tüzet szentel, amellyel meggyújtja a feltámadt Krisztust jelképező gyertyát. Ezt ugye, ha nem kellett volna ilyen korán kezdeni, hanem sötétedés után lehetett volna kezdeni, akkor még jobban megvilágosodott volna előttünk az, hogy valóban Jézus a világ világosság, aki ebbe a sötét világba hozza el a fényt. Elhangzik háromszor, és egyre világosabb és világosabb van a templomban, majd az összes lámpa felgyullad. Aztán jön a húsvéti örömének, ami lehet, hogy így hallgatva egy kicsit hosszú, higgyék el, nekem se volt rövid, és én is ilyenkor végig izgulom, hogy nem fogok-e annyit bakizni, de aztán mindig megnyugtatom magam azzal, hogy hát ha valaki szívesen cserélne velem, hát jöjjön. Az öröménekben kifejezzük ezt az örömünket, hogy Krisztus legyőzte a halált, és nekünk örök életet ajándékozott. Majd aztán az ószövetségi olvasmányok közül olvasunk fel, hát most a vírus helyzetre való tekintettel kettőt olvastunk, egyébként hármat szoktunk. Itt ami kötelező, az a zsidóknak
a kiszabadulása Egyiptomból. Hiszen az ő húsvétjuknak ez az alapja, Isten kiszabadította őket a fogságból. A mi húsvétunknak az alapja, hogy Jézus az ő halálával és feltámadásával kiszabadított minket a bűn rabságából. Majd aztán felhangzik a dicsőség, az öröm kifejezése. Nagy csütörtökön, amikor énekeltük, akkor már ott volt a szívünkben a fájdalom, hiszen másnap már Jézus szenvedésére emlékeztünk. Most viszont nagyon jól, szinte mindenki felállt, és egy szívvel, lélekkel énekeltük a dicsőséget az Istennek. Aztán elhangzik az Alleluja, kiáltsátok, dicsérjétek az Urat. Ugye a 40 nap alatt böjtöltetett bennünket az egyház ebben, hiszen ez egy öröm kifejezése. Most viszont itt van a helye, és a húsvéti időszakban az egyház mindenhova oda vigyezti azt, hogy Alleluja, Alleluja, hogy ne felejtsük el. Aztán elhangzott a mai evangélium, az asszonyok mennek a sírhoz, üres sír találnak, nincs itt feltámadt. Ez a mi hitünk kiinduló pontja. Az a sír, ahova Jézust eltemették, üres. És ebből az üres sírból indul ki a mi üdvösségünk, mert Jézus legyőzte a halált. Aztán az evangélium után akkor megáldjom a keresztvizet, amivel keresztelünk egész húsvéti időszak alatt, majd megújítjuk a keresztségi fogadásunkat, és a saját keresztségünkre gondolunk vissza, hálát adunk, hogy Isten gyermekei, egyház tagjai lehetünk. Az egyház ilyenkor nagy szombaton keresztel, hogyha van keresztelendő. Nálunk az idén a katekumenek közül keresztelendő nincs, majd lesz, aki bérmálkozik, meg elsáldozik, ha minden jól megy, akkor majd Pünkösdre. Aztán utána a hívek könyörgése után folytatódik a Szent Mise, majd a mise végén ugye szokott lenni a körmenet, amikor kimegyünk a templomon kívülre is, és megosszuk a világgal az örömünket, hogy Krisztus feltámadt, de sajnos az idén a vírushelyzet miatt ezt nem tehetjük meg. De ha visszagondolok a tavalyira, akkor mégiscsak öröm van bennem. Mert tavaly azért mégiscsak olyan siralmas volt az a feltámadás. Üres templom, aztán hát mi néhányan, akik ott voltunk, akik segítkeztek, azért kivittem az Úr Jézus a templomon kívülre, és tavaly is adtam az áldást négy felé, hogy megáldjam ennek a városnak a lakóit. Az idén ki nem tudunk menni, de liturgikusan itt a minisztránsokkal azért mégiscsak itt a templomban teszünk egy kört, hogy ezzel is kifejezzük az örömünket. Húsvét fő üzenete elhangzik az evangéliumban az asszonyok felé, ne féljetek. Bennünk is azt hiszem, ott van a félelem a jövőtől. Mi lesz velünk? A feltámadt Krisztus is ezt mondja az apostolainak, ne féljetek! Nekünk is ezt üzeni ez a húsvét. Nagypéntek után van feltámadás, van remény. Ne féljünk! Az asszonyok ezzel a hírrel sokkal többet kaptak, mint egy egyszerű vigasztalást.
mert új váratlan öröm tölti el őket, Jézus nem halott. Hogy mi történt vele, azt talán nem tudják felfogni, de a szeretet számára már az is elég, hogyha tudja, hogy biztonságban van az a személy, akit szeret. Aztán tudjuk, a húsvéti eseményekben Jézus megjelenik majd a tanítványainak, nem csak azért, hogy bebizonyítsa, hogy él, hanem azért is, hogy ezzel a viszontlátással teljesebbé tegye az ő örömüket. Jézus feltámadásával békét hozott nekünk. Az ő köszöntése így hangzik az apostolok felé: Shalom, béke veletek. Ez egy általános köszöntés, nem csak volt, hanem most is ott van a zsidóknál. De ez a jézusi béke, testvéreim, más, mint a világ békéje. Míg a világ békéje esetleges, Jézus a szív békéjét hozza meg számunkra. És azt hiszem, ez a legnagyobb és a legszebb kívánság, hogy ne féljünk, és béke legyen a szívünkben. Milyen jó lenne, ha valóban béke lenne nem csak a szívünkben, hanem a családunkban, városunkban, országunkban és az egész világon. De ezt a békét akkor várhatjuk, testvéreim, ha mi magunk is a béke eszközei akarunk lenni. Hogyha nem a békétlenséget szítjuk magunk körül. A békétlenséget a szívünkbe tavaly és az idei húsvétkor is az aggasztó vírus helyzet okozza. Tavaly nagypénteken Ferenc pápa a következőket mondta, ami aktuális ma is. Sűrű sötétség lepte be tereinket, utcáinkat, városainkat. Elhatalmasodott életünkön süketítő csenddel és lehangoló ürességgel töltött meg mindent, megbénítva mozgásunkat. Ezt érezni a levegőben, észrevehető a mozdulatokban, látható a tekintetekben. Az emberiség megijedt és eltévedt, mivel váratlan és tomboló vihar lepte meg, mely leleplezte sebezhetőségünket, hamis és felesleges bizonyosságainkat, amelyekre eddig terveinket, szokásainkat, céljainkat építettük. Rávilágított arra, mennyire bedobozoltunk, vagyis megfeledkeztünk és nem törődtünk mindazzal, ami éltet és erőt ad életünknek és közösségeinknek. Az emberiség eddig jobban törődött saját énjével, külső megjelenésével, mint az embertársaihoz való tartozással. Teljes sebességgel haladtunk előre, erősnek és mindenre képesnek éreztük magunkat. Haszonra éhezve hagytuk, hogy a javak halmozása és a sietség elkábítson. Nem álltunk meg, nem tértünk magunkhoz a háborúkkal és a globális igazságtalanságokkal szemben sem. Nem hallottuk meg a szegények és a súlyosan beteg bolygónk kiáltását sem. Mennyire szívbe markolóak Szentatyának ezek a szavai, és szinte nem sok minden változott tavaly óta. Ahogy tegnap este néztem a keresztutat, ott a Szent Péter téren elszomorító
üresség. És mégis azt kérjük Jézustól, hogy ajándékként adja nekünk szívünkbe a békét. Ahogy a tanítványok szívét a szomorúság után eltölti az öröm, egy-egy jelenés alkalmával, amikor Jézus megjelent nekik, és kiderült számukra, hogy a feltámadt Jézus lelke által véglegesen övéivel marad. Testvéreim, a feltámadt Jézus teljesíti, amit ígért, együtt maradt övéivel a történelem végéig, mindaddig, amíg újra eljön, hogy megújítsa a világot. Ennek a feltámadt Jézusnak a fénye és öröme, békéje kell, hogy betöltse egész életünket, ünnepnapjainkat, de a hétköznapjainkat is. Húsvét üzenete tehát, nagy péntek után jön a húsvét, a halál után a feltámadás Jézus életében, és mi hisszük, hogy a mi életünkben is, mert ő legyőzte a halált, és feltámadásával nekünk örök életet ajándékozott. Amen. A szertartás a keresztvíz megszentelésével, majd a keresztségi fogadalom megújításával és templomon belüli körmenettel folytatódott, és végül ételszenteléssel ért véget. Az idei a második húsvét, amikor üres templomban, üres padsorok előtt szólnak az igehirdetők, hangzik el a húsvéti evangélium, emlékezett Weber Zsolt. A mohácsi református lelkész húsvét vasárnapi igehirdetésében arról is beszélt, bár sokan másképp élik meg a vírushelyzetben az ünneplést, a megemlékezést, a lényeg, az örömhír ugyanaz, mint 2000 évvel ezelőtt, Jézus feltámadt. Kedves testvérek! Egy esztendővel ezelőtt is hasonló módon üres templompadokban és padok előtt szóltak az ige hirdetők, üres templomokban hangzott el a húsvéti evangélium. Húsvét ünnep előtt akkor nagyon sokan mondták, hallottuk, hogy ez a húsvét más lesz, mint a többi. Más lesz, mint az eddigiek. Akkor csak reménykedtünk, hogy változik a helyzet, hogy eltelik néhány hét vagy néhány hónap, de a következő húsvétkor talán már majd a megszokott ünnepi gyülekezeti istentisztelet keretében tudunk hálát adni Istennek Krisztus feltámasztásáért. Eltelt egy esztendő, és most ugyanúgy üres padok előtt szól az igehirdetés, de Urunknak hála, hogy a mai kor modern technikai eszközei lehetőséget adnak arra, hogy mégis együtt lehessünk. És nem csak úgy, hogy látjuk egymást, vagy éppen halljuk az ige hirdetést, hanem úgy, hogy Isten szent lelke által egy közösségben lehetünk. Amikor ezt halljuk, hogy más lesz, mint az eddigiek, akkor azért felvetődik az emberben az a kérdés, hogy mi az, amiben különbözik az elmúlt évektől. Egyrészt azt kell mondani, hogy semmiben sem különbözik az eddigi húsvétoktól, másrészt pedig azt kell mondanunk, hogy szinte mindenben. Tudnélik, van, akinek semmiben nem más, mint az előzőek, mert ugyanazok a belső lelki örömök töltik el az ő szívét a feltámadás evangéliuma által. Ugyanaz az öröm van a szívében, amikor hallja az örömhírt, ugyanaz a háladás van a szívében, amikor énekeljük azt, hogy Jézus él, mi is élünk, énekeljük azt, hogy Krisztus feltámadott, kit halál elragadott. Ez az evangélium, ez az örömhír ugyanaz volt a vírusmentes időben is, és most is ebben az időben, amikor a mi
mozgás lehetőségünk korlátozva van, amikor nagyon sokan betegágyban, kórházakban fekszenek, ápolásra szorulnak, sőt, akár élet-halál mesdjéjén vannak. Számukra körülmények ellenére is ugyanaz az evangélium, ugyanaz az örömhír, Jézus Krisztus feltámadt. Másrészt azonban valóban vannak, akiknek egészen más, mint az elmúlt években vagy évtizedekben volt. Miben más? Más azoknak, akik nem mehetnek a wellness szállóba, hogy ott töltsék az ünnepet. Más, akik nem a televízión keresztül láthatják a régi népi, sokszor pogány szokásokat, legfeljebb csak régi felvételeken keresztül, vagy akik nem a természet templomában, kint a szabadban ünnepelhetik az ünnepet. Ha megfigyeljük, a hívők, Isten gyermekei azért nem látnak nagy változást, nagy különbséget az elmúlt évek vagy évtizedek, és akár a tavalyi vagy idei húsvét ünnepek között, mert nem a külsőségekben ünneplik ezt az ünnepet, hanem a megváltás Krisztusi tervének megvalósulása által. Ahogyan az egyik énekünkben énekeljük, hogy nekünk a hit drága kincse, örök és főjavunk. Igen, mert Krisztus feltámadott. Akkor lennénk igazán nyomorultak, minden embernél nyomorultabbak, ha Krisztus nem támadt volna fel. Egy jól ismert igét olvastam fel húsvéti evangéliumként Pál apostolnak a korintusi gyülekezethez írt első levelének 15. fejezetéből, amelyet valaki így fogalmazott, hogy ez nem más, mint a feltámadás hitének az aranybullája. Hiszen ebben Pál apostol tulajdonképpen, és hagy éljek ezzel a mai kifejezéssel, hogy leleplezi az álhíreket. Álhírek mindig is voltak, mindig vannak, és mindig lesznek, amíg ebben a földi létben élünk. És amikor Pál apostol a korintusi levelet megírja, akkor az volt az elsődleges célja, de úgy gondolom, hogy ma is ugyanez a célja, hogy leleplezze az álhíreket. És amikor Pál apostol azt mondja, hogy mi módon mondják némelyek, ti köztetek, hogy nincsen halottak feltámadása, akkor tulajdonképpen szeretné leleplezni ezt az álhíreket, amelyek nem állnak meg az igazság talaján. Amikor a mi hitvall őseink megfogalmazták a hitvallásban a Krisztus feltámadására vonatkozó bibliai igéket és tényeket, akkor három alapvető tényt említettek Krisztus feltámadásával kapcsolatban. Mégpedig, hogy mit jelent ez számunkra. És ezek így hangzanak, hogy először is feltámadásával legyőzte a halált, másodszor az ő ereje most minket is új életre támaszt fel, harmadszor pedig, hogy Krisztus feltámadása, ami dicsőséges feltámadásunknak bizonyos záloga számunkra. És tulajdonképpen erről szól itt a korintusi első levél 15. fejezete, amelyben Pál apostol a legbővebben fejti ki Krisztus feltámadását. Kételkedők mindig voltak, mindig vannak és mindig is lesznek, ugyanúgy húsvéttal kapcsolatosan is. Volt, amikor egy nagyon kedves gyülekezeti atyafi egyszer megkérdezte tőlem, ugye tiszteletes úr, azért bár húsvétot ünnepeljük, de ugye maga sem hiszi azt, hogy Krisztus föltámadt. Ugye maga sem hiszi azt, hogy egy halott csak úgy egyik pillanatról a másikra feltámadt. Igen, hitetlenség, bizonytalanság, kételkedés mindig volt, és mindig van, és mindig lesz. Abban az időben például két dologban is kételkedtek. Egyrészt Krisztus feltámadása felől, másrészt pedig a mi feltámadásunk felől. Azt mondja az apostol, ha pedig Krisztus fel nem támadott, akkor hiába való a mi prédikálásunk, de hiába való a ti hitetek is.
Ha pedig Krisztus fel nem támadott, hiába való a ti hitetek, mert még a ti bűneitekben vagytok. Sőt, hamis bizonságtevőknek is mondhatnak benneteket. És akkor itt azt mondja következő versben, ám de Krisztus feltámadott a halottak közül. Ez a valódi, ez az igaz hír. A többi az mind álhír, de ez az igazi, valódi hír. Az álhírekkel szemben ez az igaz hír, hogy Krisztus feltámadott a halottak közül. Mire hivatkozik Pál? Nem arra, hogy mit tanított Krisztus, nem is arra, hogy mit tanított és adott ránk a hagyomány, hanem arra hivatkozik, hogy az élő Krisztus kiknek jelent meg, hogy kik látták őt. És fel is sorolja név szerint, hogyha valaki bizonytalankodna is, akkor azért tudja azt, hogy nem kitalált személyekről van szó. Megjelent Péternek és Jakab apostolnak, sőt, több mint 500 atyafinak, és végül Károli fordításban így beszél önmagáról, mint egy idétlennek megjelent nekem is. Mégpedig annak, aki egyébként háborgatta az Isten Anya Szent Egyházát. Igen, testvérek, az igének az a nagyon fontos gondolata, amit szeretnék most sokkal nagyon a ti szívetekre helyezni, hogy mit jelentett a feltámadás Pálnak, és milyen személyes alapokon nyugszik számára, sőt, mit jelent neki Krisztus élete. És nem azt mondja, hogy megjelent Péternek, tudjátok, aki elárult, aki megtagadta, még a cselédlány előtt is, az ő urát. Aztán nem is azt mondja, hogy megjelent Jakabnak, aki mennyire nagyra vágyó volt, hanem saját magára mutatt. Azt mondja, megjelent nekem, aki egyébként meg üldöztem Krisztus Anya Szent Egyházát. Tehát a feltámadott Krisztus élete így lett Pál életében nyilvánvalóvá, és éppen ezért így tudja ő ezt elmondani, hogy ki volt ő, és hogy mivé lett. Igen, tudjuk, hiszen ismerjük jól Pálnak az életét, aki azért futott Damaszkuszba, hogy elfogja a kicsiny maroknyi gyülekezetet, gyerekeket, nőket, férfiakat. És azt mondja Pál, hogy látjátok, testvérek, az a Krisztus Anya Szent Egyháza. Miközben ott volt Jeruzsálemben, akkor még a jeruzsálemi templom, amely égköve volt annak a vidéknek, annak a népnek, annak a nemzetnek. Az a templom, amelyben még folyik a szertartás, és mégis azt mondja az apostol, hogy az igazi Anya Szent Egyház ott van, az a maroknyi seregben van ott, akár Damaszkuszban, akár bárhol máshol, ahol Krisztus nevében gyűlnek össze. És én, Pál, a nyomorult, az idétlen, üldöztem Krisztus Anya Szent Egyházát. Igen, ott volt az Anya Szent Egyháza Krisztusnak, abban a félreeső, bezárt szobában, ahol csak nagyon néhányan gyűltek össze, de mégis Krisztus megjelent a középen, rájuk köszönt, és azt mondta, békesség néktek. Igen, ott van Krisztus Anya Szent Egyháza. Egyszer valaki egy sivatagon keresztül szeretett volna keresztül menni, és éppen ezért megfogadott egy embert, aki ismert azt a vidéket. Megkérte őt arra, hogy segítsen a sivatagon átkelni, hogy azután eljusson az úti céljához. És amikor mentek, egyszer csak megkérdezi ez az ember a vezetőt, hát hol van itt az út? A vezető csak annyit mondott, itt én vagyok az út. Igen, hadd hirdessem, testvérek, hogy Jézus Krisztus az élet,
és ő az út, ami élő Urunk tud téged és engem is átvinni az életünknek a sivatagán, ő tud átvinni bennünket a kísértéseinken, a bukásainkon, a kételkedéseinken, a fáradtságunkon, ő tud átvinni bennünket a mi közönyünk sivatagán, az életre akar vezetni bennünket, maga az élő. Mert mi őt követhetjük, aki megváltunk a betegségben, aki megtartunk a halál árnyéka völgyében, aki az egyedüli gyógyítónk, és megtartunk a koronavírus félelmes időszakában, és ő az, aki tud vigasztalni, erősíteni, buzdítani, én vagyok az út, és én vagyok az élet. Nem a bankkártyád az út, nem a sikered, nem a beosztásod, nem a pozíciód az út és az élet, hanem egyedül a feltámadott, akiről azt olvassuk, hogy meghalt és feltámadott, aki életét adta azért, hogy te neki élhess. És nem csak Messiásnak vallotta magát, nem csak Isten láthatatlan orszájának földi képét hordozta magán, és nem csak az Isten akaratát jelentette ki a földön, amelyért odaáldozta az ő életét, hanem az ember gyötrelme egyetlen okozójának, a bűn hatalmának a megtörését is ígérte. A haláltól való félelemből való megszabadulást ígérte. A feltámadásban azt szemlélhetjük, hogy olyan Urunk van, aki az ő ígéreteit be is tudja tartani, be is tudja váltani, meg is tartja, aki nem hamis ígéretekkel kecsegtek bennünket, nem álhírekkel tömi tel a mi fejünket, hanem aki az igazat, a valódit mondja nekünk. De nézzük meg, hogy mit is jelent itt az, amiről Pál beszél, mert ez nagyon fontos. Amikor azt mondja, üldöztem az Istennek anyaszentegyházát, de Isten kegyelme által vagyok, ami vagyok, az ő hozzám való kegyelme nem lett hiába való. Ha azért Krisztusról hirdettitek, hogy a halottak közül feltámadott, mi módon mondják némelyek, ti köztetek, hogy nincs halottak feltámadása. Mire is gondol itt az apostol? Mit ad elénk itt Istennek az igéje? Azt, amit a mi hitvallásunk megfogalmaz, tudnillik, hogy Krisztus feltámadása új életre támaszt fel bennünket már itt ezen a földön. Hiszen a felolvasott ige nem csak arról szól, hogy ha csak ebben az életben reménykedünk Krisztusban, akkor minden embernél nyomorultak vagyunk, hanem először az a mondani valója, hogy ebben az életben is reménykedjünk Krisztusban. És erről beszél itt Pál apostol. Elsősorban most itt nem elsőként arról, hogy majd föltámadnak a halottak, nem arról, hogy felnyílnak a sírok, és kijönnek belőle majd a lelki testek, hanem először arról beszél, hogy nekünk nem a jövendőbe kell néznünk először is, hanem a jelenért kell hálát adnunk, mert az ő ereje most minket is új életre támaszt fel. Vagyis mit jelent ez? Azt mondja Pál, hogy ennek én vagyok az elsődleges bizonyítéka. Nem azt mondja Pál, hogy de jó lesz, amikor majd a mi nyomorúságos testünk elváltozik, hanem azt mondja, hogy milyen jó, hogy az én nyomorult életemet már megváltotta az élő Krisztus. Hogy én, amikor üldöztem a Krisztus anyaszentegyházát, az én Uram megkönnyörült rajtam, és egyedül az ő kegyelme által vagyok, ami vagyok, és az ő hozzám való kegyelme nem lett hiába valóvá bennem. És azt mondja, ez a feltámadás csodája. Persze majd fontos az is, hogy igen, van halottak feltámadása, igen, fontos az, hogy van örök élet, de most a jelenben is már hatalmas csodája és ereje van Krisztus feltámadásának. És nem azt mondja, hogy nézzetek előre majd, ahogyan Jób tette, hanem azt mondja, hogy először nézzetek körül, magatok körül,
És hogyan mondhatják némelyek? Hát nézzetek körül a gyülekezetben, hogy kik voltatok, és kivé lettetek. És ha körben néztek maguk között a korintusi gyülekezet tagjai, akkor elmondhatták azt, hogy igen, voltak sokan közülünk, akik részeg matrózok voltak, és aztán Krisztus követők lettek. Igen, lehet, hogy voltak ott kereskedők, akik valamikor összeharácsolt vagyonból gazdagodtak meg, és aztán voltak ott újjászületett utcalányok, kivetettek, megvetettek. És azt mondja Pál, testvérek, nézzetek szét, mi módon mondhatják közületek némelyek, hogy nincs feltámadás, hogy nincs új élet. Nézzetek körül, akár csak magatokba, vagy egymásra. Nézzetek ránk, nézzetek Péterre, nézzetek Jakabra, az apostoloktokra, mert magamról tényleg tudom, hogy ki voltam, hogy mivé lettem. Tudom, hogy én az egyházat, Krisztus egyházát üldöztem, de Krisztus kegyelme az, amely által vagyok, ami vagyok. És hogyha körülnéztek, akkor miként mondhatjátok azt, hogy nincs halottak feltámadása? Hát nem új életre támadtatok fel? Hát nem új életeket kaptatok Krisztus által? Hát újjászülte őket a Szentlélek Isten, és megajándékozta őket élő hittel. Testvérek, itt értjük meg, és így érthetjük meg azokat az igéket, amelyek arra utalnak, hogy amikor Krisztus feltámadt, akkor Mária megrettent ott a temetőkertben, a tanítványok is összerezzentek, amikor megjelent közöttük a bezárt ajtón keresztül a feltámadott Úr. Mindenkiben ilyen szent félelem volt. És miért volt ez a félelem bennük? Azért, mert tulajdonképpen Krisztus feltámadása azt jelentette, hogy ők már nem e világhoz tartoznak, hanem már egészen más világhoz. Hiszen az a feltámadott Krisztus is egészen más világhoz tartozott, mint amelyben korábban járt. Ő már nem ahhoz a világhoz tartozik, amelyben le akarták taszítani, amelyben arra kérték, hogy menjen ki a határokon kívül, hanem ő már egy másik világhoz tartozik, ahol már más törvények vannak, más törvények uralkodnak, ahol a zárt ajtón keresztül megjelenik közöttük, és ahol akár a félelemmel teli zárt szíven is át tud jutni, és a félelmet kivéve boldog, felszabadult életet tud nyújtani. És azt akarja Pál elmondani a korintusiaknak, de nekünk is most itt, 2021 húsvétján, hogy akit Jézus Krisztus új életre támasztott, akiben megjelenik az ő élete, az ő halandó testében, az már itt egy másik világhoz tartozik. És azt mondja a korintusiak, nézzetek szét magatok között, ti már egy másik világhoz tartoztok. Ti már nem ahhoz a világhoz tartoztok, amelyben a kocsma gőze hajt. Ti már ahhoz a világhoz tartoztok, amelyet a Szentlélek ereje visz tovább. Ti nem ahhoz a világhoz tartoztok, amelyben a test határoz meg mindent, hanem ahhoz a világhoz, ahol már a lélek határoz meg mindent. Ti már nem ahhoz a világhoz tartoztok, amelyben kényszerű a bűn elkövetése, hanem ti már ahhoz a világhoz tartoztok, amelyben ha el is buksz, Krisztus kegyelme újra és újra felsegít. Kedves testvérek, ezen a húsvéton nem csak a jövendőbe kell néznünk, és azzal a bizonyossággal élő hittel lenni, amit Jób így fogalmazott meg, tudom, hogy az én megváltóm él, és utoljára megáll az én porom felett,
hanem ezen a húsvéton nézzünk magunkra, nézzünk a gyülekezet közösségére és annak csodájára. Hogyan mondhatják, hogy nincs új élet, hogy nincs távlat, hogy nincs szabadulás? Hogyan mondhatják közületek, hogy el kell vesztünk, ha nincs megtartás, ha Krisztus nem támad fel? Ezért olvasok a Lukács evangéliumának 15. részében, a tékozló fiú történetében az atyának azt a mondatát, amelyet a hazajövő, a megtérő, az elveszett, de megtaláltatott fiúval kapcsolatban mond: ez az én fiam meghalt és feltámadott, elveszett és megtaláltatott. Miért? Azért, mert nem már a moslékos vájúhoz tartozik, hanem az atyai házhoz. Már nem ott kell neki kívánnia a moslékot, hogy megtöltse a gyomrát, hanem fel kell öltenie a tiszta új ruhát, ahol fel kell venni mindazt, ami az atyai ház díszéhez, öröméhez tartozik, mert ez az én fiam meghalt és feltámadott. Akkor hogyan mondhatják közületek, hogy nincs halottak feltámadása? Mert ha nincs halottak feltámadása, akkor hamis bizonság tanúi vagyunk. Akkor mi alapvetően álhírterjesztők vagyunk, és nem az álhírek leleplezői leszünk. Mert akkor benne maradunk a bűnben, és hogyha nem tudunk belőle szabadulni és kijönni, akkor mi hamis tanúbizonságtevők vagyunk Krisztus feltámadásának. De Krisztus feltámadott, Jézus él, és új távlatot nyitott nekünk. Mire tanít bennünket Krisztus feltámadása tehát? Arra, hogy a korintusiak közül sokan álhíreket hallottak, és ezeket az álhíreket továbbadták. És hogyha talán el is fogadták sokan azt, hogy Krisztus feltámadott, de azt már nem, hogy mi is feltámadunk. Miért olyan döntő, miért volt olyan döntő akkor ott Pál idejében? Azért, mert nem érezték magukat egységben Krisztussal, a feltámadottal, mint amire ő tanította őket. A János evangéliuma 15. részének a példázatában. Tehát nem érezték magukat annyira egynek a feltámadott Krisztussal, ahogyan a szőlőtő és a szőlővesző tanításában, ami Urunk elmondja, hogy maradjatok én bennem, és én ti bennetek. Mi a húsvét üzenete? Az, hogy a mi Urunkkal, az élettel mi egyek vagyunk. Egyek vagyunk vele halálban és feltámadásban. Egyek vagyunk vele abban a halálban, amely által megfeszítetett ott a Golgota a keresztjén, ahogyan mondja Pál, vele együtt megfeszítettem, ennyire egy vagyok a Krisztussal. És ott az én óemberemnek a halála történik, az én bűnös természetemnek a halála, és utána van feltámadás, ami azt jelenti, hogy van új élet, hogy lehet új életben járni a megfeszített Krisztussal. És ezt az életet vallotta Pál. Vannak nagyon kedves bibliai igéket tartalmazó táblák, talán az egyik legrövidebb, de egyben az egyik legcsodálatosabb ige, hogy ő él. Igen, ő él. Soha jó lenne, hogyha mindannyian egy szívvel és egy lélekkel tudnánk hálát adni a mi Urunknak ezért a feltámadásért, amelyben nem csak ő támadott fel, hanem a mi feltámadásunkat is előkészítette ezáltal. Úgy kezdtem, hogy miben más, vagy miben ugyanaz ez a húsvét, mint az elmúlt évek vagy évtizedeknek az ünnepe. Adja mi Urunk, hogy
legyen abban ugyanaz, hogy hálát adunk Krisztus feltámadásáért, de legyen abban más, hogy a mi személyes feltámadásunkat is, új életünket is átélhetjük, megélhetjük, és ezért hálát adhatunk. Amen. Kedves nézőink, ezzel ma esti magazinműsorunk véget ért. Legközelebb jövő héten, szerdán este 7 órától ismét várom Önöket. Addig is a viszontlátásra!